Tudatosítjuk, hogy elhunyt szeretteink teste elpihen a temető megszentelt földjében, de a lelkük tovább él, és imádkozunk értük ilyenkor, hogy találkozhassunk velük ott, ahol Krisztus él, ahol az ő mindent legyőző szeretete a halál felett is véglegesen győzedelmeskedik. És ha majd kimegyünk a temetőbe, mindnyájan tanulni is megyünk oda, hiszen a sárguló, barnuló falevelek is az elmúlásra emlékeztetnek, arra, hogy amit összegyűjtünk itt a földön, nem vihetjük át a túlsó oldalra, arra, hogy csak a szeretet tettei jelentenek majd számunkra értéket, és amikor úgy lehajolunk elhunyt szeretteink sírja fölé, akkor megköszönjük a Jóistennek, hogy őket nekünk adta. Tieto sviatky najmä sviatok všetkých svätých nám pripomína najmä Svetú Trojicu Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, ale pripomínajú nám tiež pozvanie Pána Ježiša Krista k tomu, aby sme boli svätí tak, ako je aj On svätý. Čo to ale znamená byť svätý? Znamená to, že snažíme sa žiť taký život, ako žil Pán Ježiš Kristus. Teda, aby sme boli milujúci, tolerantní, chápaví navzájom. K tomu nás pozýva aj sám Pán Boh, aby sme takíto svätí boli teda schopní spoločného nažívania v pokoji, v radosti a v láske. A možno v tomto nám slúži aj pamiatka zosnulých ako príklad našich predkov, ktorí boli možno nápomocnejší, láskavejší k sebe, než možno my sme dnes. Takže toto by sme si mali pripomínať na Sviatok všetkých svätých, ale aj na pamiatku zosnulých. Mi reformátusok a minden szenteket nem ünnepeljük, tudva levőleg viszont a halottak napján egyrészt a templomban, másrészt a temetőkertben emlékezünk. Szeretteink sírjánál, vagy az őseink sírjánál egy kicsit azt is átgondoljuk, hogy kik voltak az őseink, mit bíztak ránk, mit hagytak ránk. Emellett van egy olyan lelki dimenziója is, amit keresztény emberként a sírnál átgondolunk, mégpedig az, hogy vigasztalódunk, illetve megpróbáljuk megfogalmazni magunknak azt, hogy mi az, ami hálára indíthat ekkor, ami vigasztalhat, és ebben ez a legfőbb keresztény gondolat és üzenet az, hogy amit Isten megtesz az emberért, és ez érvényes az élőre halottra, tehát abban a reménységben állunk meg, hogy a megváltó, bennünket szerető, megváltó Isten a föltámadást hozza, és végül is ez az, ami áthat bennünket halottak napján a temetőkben.